Így néz ki ez a hotel, ez a BB Hotelben vagyunk. Robi itt dolgozik. És... Oh. Hát a törölközök ki vannak aggatva. Tegnap este nem akartam, illetve nem csináltam, akartam, csak nem csináltam a szobákról videót. Úgyhogy most bevágok pár videót, és akkor meg tudjátok nézni, hogy milyen a szoba. A zuhany az elég érdekes, mert ott van az a két gomb meg a tekerő. Ezzel a gombbal tudjátok gyakorlatilag a kézi zuhanyzó részét irányítani. És a másik gombot, ha megnyomjátok, akkor azzal pedig ott a plafonon lévő zuhanyrózsa fog jönni, viszont az érdekesség az az, hogy tud működni egyszerűen mind a kettő. Szerintem elég menő. A redőny az elektromos, mi más lenne. És a legfontosabb, hogy van fali USB port. Na, úgyhogy így néz ki a szoba. A szálloda az ez, és még most várjuk Robit, mert mindig a reggelivel. Jó az idő, mert már elkezdett esni az eső. Nem majd behajókázunk oda. Remélem már most szakad az eső, de mire visszajövünk, szarrázunk, és akkor utána elindulunk motorra, ha még nem áztunk volna teljesen el.
a vízesen. Visszajöttünk a hajóval. Kajálunk. Ilyen csirkés, gombás, nem tudom milyen csodát. A vicces történet az az, már 5 perce nézem az étlapot, próbálom a Google fordítóval fordítani, hogy mi micsoda. Azt hát odalépett hozzám egy magyar csávó, hogy segítene fordítani. Mert látja, hogy bénázok. Hát milyen jó, hogy rajta van ez a sapka. Feljöttünk ide a hegyre, amit az előbb megnéztem, hogy hova jövünk. Santis nevezetű, vagy Santis, ejtsétek, hogy szeretetek. Fel akartunk menni, kibükkára, felvonóval, de már a bezárt 17:30-kor volt az utolsó 7 óra, úgyhogy éppen lekéstük, majdnem úgy, mint a vonatot. Visszajövünk, lehet holnap reggel nem fog szakadni az eső. Oda megyünk föl. Oda. Vagy nem, de majd meglátjuk. Ha igen, akkor úgyis láthatok videómat. Na, menjünk haza.